Nagyon sok szeretettel köszöntöm nézőinket! Június 3-án a Pedagógus Nap alkalmából tartott ünnepségen átadták Szentendre Város pedagógiai díját is a Városháza dísztermében. Elismerést kapott mai vendégem, Vorin Dani Gyüre Ágnes, a Templomdombi Általános Iskola pedagógusa, akit az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható pedagógus szolgálati emlékkéremmel tüntettek ki. Kedves Ágnes, köszöntöm mint a Köszönöm stúdióban. Szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre, és hát engedje meg, hogy első körben gratuláljak önnek ehhez az elismeréshez. Nos hát, ön a Templomdombi Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára. Első kérdésem az lenne, hogy honnan indult az ön pedagógiai pályafutása? 1979-ben végeztem a Ho Chi Minh Tanárképző Főiskola budapesti kihelyezett tagozatán. Budapesten dolgoztam egy évet és 9-et Szolnokon, és 1989-ben költöztünk Szentendrére, és azóta itt vagyok a Templomdombi Általános Iskolában. Alapítótagként is mondhatom. Ez a 33. tanévem, illetve a 43. munkás évem, vagy pedagógai évem. Hogy hogyan kezdtem a pályát, vagy hogy miért lettem pedagógus? Mind a anyukám és apukám is pedagógus volt, és egész kiskoromban én, tehát amióta az eszemet tudom, tanár akartam lenni, nem is gondolkoztam máson. Aztán, hogy miért magyar szakos lettem, azért, mert akik tanítottak engem, azok nagyon-nagyon jó pedagógusok voltak. És akkor, amikor ide költöztem Szentendrére, akkor voltam a Móricz Zsigmond gimnázium, és ott láttam például az én gimnáziumi tanárom, a Móricz Zsigmond gimnáziumból jött az én középiskolámba. Úgyhogy kiderült, hogy itt is van egy kapcsolódásom. Ahogy ugye ön is említette az alapítás óta, tehát 89 óta meghatározó pedagógus egyénisége az iskola nevelőtestületének. Ez tényleg egy hosszabb időszak. Ön hogyan foglalná össze itt az eddig eltelt éveket? Én nagy örömmel költöztem ide a városba, és nagyon örülök, hogy ez az iskola engem befogadott. A Lakatos Zsóka szaladt utánam, hogy írjuk már föl az adataimat, és ő általa értesítettek, hogy itt van hely, és itt maradhattam a Templomdombi iskolába, vagy ide kerültem tanítani. Az igazgatónőnk 26 évig Beregnyei József névúja volt, és érdekes módon a tantestületünk ilyen nagyon stabil tantestület volt, 10-valahány évig, utána sokan nyugdíjba mentek el, elköltöztek, stb., és aztán 2008-tól most megint beállt a tantestület egy másik társasággal. Nem jobb, nem rosszabb, más, de ugyanolyan nagyon jó hangulatú az iskola, és ugyanúgy folytatják azt a tanítási módszert, vagy amit elkezdtünk, és amit bevezettünk Szentendrén. Van olyan jelentős esemény, vagy eredmény, vagy meghatározó időszak, amire ön a mai napig is nagyon nagy szeretettel gondol vissza? Én nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem az iskolámat. Külön nem nagyon tudok kiemelni, hogy mi az, ami nagyon-nagyon fontos. Azt tudom, hogy 2006-ban az iskolánk Fróurbe emlékérmet kapott a várostól, és az szerintem az egy nagyon nagy jelentős esemény volt az iskola életében. Azt is el tudom mondani, hogy arra nagyon büszke vagyok, hogy nagyon szeretnek hozzánk járni a gyerekek, és nagyon igazából nagyon nehéz is bekerülni a Templomdombi iskolába. És akik oda járnak, szeretik az iskolát és büszkék rá, mint ahogy én is nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek. Akárhova elmegyek az országban, és megkérdezik, hogy hol tanítok, és mondják, és mondom, hogy Templomdombi Általános Iskola, mindig tudják, hogy van ez az iskola.
Ahogy olvastam a Város honlapján, ugye vannak olyan jelenlegi diákjai önnek, akiknek a szüleit ön szintén tanította. Ez azért milyen érzés, hogyha mondjuk egy szülő értekezleten vagy bármilyen családi rendezvényen visszajönnek a régi tanítványok az ön jelenlegi tanítványaival? A gyerekeknek nagyon furcsa, és nagyon örülnek neki, hogy hú, az apukám ide járt, hú, az anyukám, vagy a keresztanyám, vagy a nem tudom kicsoda, és nagyon örülnek annak, hogy gyerekként ismertem az ő szüleiket. És akkor kérdezik, hogy milyen volt az apa meg az anya. Ahogy ugye ön is említette, az ön szülei is pedagógusok voltak, tehát innen jött. De a mai napig mi az, ami önt motiválja abban, hogy tanítson folyamatosan? A gyerekek. Hogy átadhatom a tudásomat nekik. Szeretem a szakmámat, a szakomat, és hát a felnövekvő nemzedéket is, hogy mondjam. És hát ugye méltán kapta meg ezt az elismerést, a pedagógus szolgálati emlékérmet, amit most egy kicsit puskázok, hogy pontosan mit is jelent ez a díj. Tehát ez az emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztere által alapított elismerés, a miniszter feladat és hatáskörésben tartozó, illetve az azt támogató területeken végzett kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységet adományozható kitüntetés. Ezért ez egy tényleg nagyon nagy elismerés, amiben ön is részesült. Hogyan érte ez a megtiszteltetés, hogy innen ön vehette át ezt a kitüntetést? Azt hallottam, hogy fölterjesztettek, de korán sem voltam biztos. Az igazgatónő mondta, hogy legyek szíves jönni a városi ünnepségre, és mondtam, hogy kell mennem, és azt mondja, hogy persze. És hát nagyon meglepődtem, és nagyon örültem neki, mert azért az a 43 év, az 43 év. Akárhogy is nézzük. Amikor az intézményvezető, az Enikő jelezte önnek, hogy mindenképpen vegyen részt ezen a jeles alkalmon, akkor ön már tudta, hogy mi a hátsó indítéka ennek az ünnepségnek? Miután azt mondták, hogy felterjesztettek, gondoltam, de nem kérdeztem rá. Tehát... És akkor így nem is számított ön erre a díjra? Nem. És most így, hogy most már egy ilyen díjjal is gazdagodott. Esetleg így van-e bármilyen változás önben, vagy most így mit jelent ez a kitüntetés? Hát büszke vagyok rá, és nagyon örülök neki, hogy így megbízott bennem az iskola intézményvezetője, meg a kollégáim, mert nyilván azért kaphattam, mert ők úgy gondolták, hogy megérdemlem. Ahogy ön most ugye elmondta, hogy tényleg ez azért az a 43 év, amíg tanított, és ugye itt a Templom Dobi Suliban is az a 33, méltán lehet büszke erre a kitüntetésre. Úgyhogy kedves Ágnes, én még egyszer szívből gratulálok önnek ehhez az elismeréshez, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre, egy kicsit közelebbről is megismerhettük önt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!